Befejezetnek nyilvánította a szezont a Kézilabda Szövetség, ezzel az utánpótlás csapataink mellett Kecskemét két felnőtt klubjának, a KTL Piroska Szörp és a Global Big Building ZRT KNKS számára is véget ért az idei bajnokság. Férfi kézilabdásaink számára remekül alakult az idény. 16 mérkőzéséből 12-t megnyert, így 24 pontjával a második helyet szerezte meg a szezonban. Apró Ferenc, a csapat szakmai igazgatója, elégedett a KTL Piroska Szörp idei teljesítményével, de csalódott, hogy nem a pályán ért véget a szezon. Távoljunk keseredve, hiszen versenyben voltunk még a bajnoki címért is, de az idei szezonra az volt a célunk, hogy a dobogon végezzünk, és én azt gondolom, hogy így jelen esetben a második helyen álltunk. Mikor befejezetnek nyilvánították a bajnokságot, így kijelenthetjük, hogy ezt teljesítettük. Viszont amiért ma nagyon szomorúak vagyunk, hogy nem folytathatjuk, és hogy nem a pályán fog eldőlni a csapatok sorsa, mi sem tudjuk bizonyítani, hogy ténylegesen megérdemeltük a második helyet. A klub már nagyban készül a következő szezonra. A kereszt szinte teljesen kész, és a szakmai igazgató bízik abban, hogy lehet olyan álmokat szövögetni, amik a jövőbe tekintenek. Női kézilabdásainknak az idei év nem alakult úgy, mint a tavalyi. A 16 mérkőzéséből csak 4-et tudott megnyerni. Egy találkozó döntetlennel, még 11 verességgel zárult, így a 9. helyen álltak a bajnokságban. Azt gondolom, hogy nekünk ez most egy jó döntés volt. A szövetség is megpróbálta úgy meghozni ezt a döntést, hogy az fájjon a legkevésbé. Ennek a döntésnek abszolút vannak vesztesei is, vannak nyertesei is, de én is úgy látom, hogy ezt a döntést meg kellett hozni. Az elnök hozzátette, folyamatosan dolgoznak a háttérben, és próbálják a lehető legjobbat és legtöbbet kihozni annak érdekében, hogy a KNKS jobb teljesítményt nyújtson a következő szezonban. Míg Apró Ferenc csapatával jövőre is a dobogót célozza meg, és bízik abban, hogy sikerül a legfényesebb érmet megszerezniük.